Sziasztok! Megérkeztünk az új forgatási helyszínünkre. Ez egy nagyon fontos nap számomra, és az átlagosnál egy kicsit izgatottabb is vagyok. Most láthatjátok, hogy itt van a stáb, és hamarosan megérkezik Hosszú Katinka és a férje Shane, akikkel egy nagyon fontos és érdekes témáról fogok beszélgetni. Ugye mi mindig az akaraterő témát járjuk körbe, hogy mi az, hogyan fejleszthető, ugye a függőség kapcsán talán ez az egyik legfontosabb kérdés. És nekem van egy olyan elméletem, hogy miszerint akaraterő valójában nem is létezik. És ezért vagyok nagyon hálás az életnek azért, hogy most Hosszú Katinkával találkozhatom, mert vele erről fogok beszélgetni, hogy ő mit gondol az akaraterőről, mi az egyáltalán, hogyan fejleszthető, és hát őszinte szívből kívánom nektek, hogy kivehessétek belőle mindazt, ami a ti személyes felépülésetekhez is szükséges. Akkor csapjunk bele! Szenvedélybetegekkel foglalkozom, ez a hivatásom, és ott mindig egy alapkérdés az akaraterő. Mindig ezt járjuk körbe. Gyakran hangzik el az, hogy a szenvedélybetegek akaratgyengék, nincs motivációjuk. Te hogyan definiálnád az akaraterőt? Mit jelent számodra? Így nagyon érdekes, mert ugye nekem is mindig sokan mondják, hogy hát biztos rengeteg akaraterőm van, ugye olimpiai bajnok vagyok, háromszor is sikerült Rióban a dobogó legfelső fokára felállni. Mégis honnan veszem az akaraterőmet, és ez honnan jön? És én úgy érzem, hogy én úgy nem is tudnám így hirtelen definiálni, hanem valahogy talán abból látszik, hogy nincsenek olyan kifogások, vagy nincsenek olyan helyzetek, szituációk az életben, hogy azt mondom, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Uh-huh. Tehát valahogy meg lehet csinálni, én ebben hiszek, és egyszerűen én azt nem fogadom el, hogy valaki azt mondja, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Akkor a te szótáradban az akaraterő szó az nem is szerepel igazából? Valahogy nekem sose kellett használnom. Uh-huh. Tehát ez nekem valahogy mindig alapvető volt. Mindig alapvető volt, hogy most fel kell kelni, meg kell csinálni. Tehát, hogyha valamit el szeretnék érni. Én úgy gondolom, hogy azért mindenféleképpen az fontos volt, hogy én így nőttem fel. Tehát ugye ebben nevelkedtem. Ugye engem nagypapám tanított meg úszni. Ő volt az úszóedzőm, ő már ugye rendszerességre tanított, és arra, hogy kitűztük együtt a célokat, akár egy évre előre is. És voltam 6-7 éves, és tudtam, hogy hát akkor én meg szeretném azt a korosztályos országos csúcsot úszni, és akkor elmondta nekem, hogy jó, akkor ugye majd lebontjuk havonta, ezt kell csinálni, hetente ezt, naponta meg azt, és akkor holnap reggel meg, akkor ezt kell leúszni ahhoz, hogy remélhetőleg egy év múlva oda eljussak. És ugye az én apukám profi kosárlabdázó volt. Tehát ő is ezt pontosan tudta, hogy mit jelent célokat kitűzni, és ugye járni azt a tudat, hogy oda eljussunk. Tehát én ilyen környezetben nőttem fel, és szerintem tényleg nagyon jól megtanultam, hogy tudom, hogyha valamit kitűzök célul, és megteszem azokat a tennivalókat azért, hogy oda eljussak, akkor el lehet jutni. És amikor kitűzöl egy célt, akkor maga a célkitűzés az hogyan történik? Szerintem az úszásban most már a Shane-nel együtt nagyon profik vagyunk a célkitűzésekben, tehát tényleg tulajdonképpen ugye 2012-ben kezdtünk el együtt dolgozni. És akkor kitűztünk egy hosszú távú célt, ugye az volt Rio. De ez hogy néz ki? Bocsáss meg, hogy leültök ketten, és így egy 5 perc alatt összerakjátok, és akkor megvan. Vagy ez egy tréning, van mögötted egy óriási csapat, vagy tényleg csak összebújtok, sétáltok egyet, beszélgettek, leültök valahova, és akkor jó, akkor most ezt fogjuk csinálni. Hogy ez mennyire tudatos, vagy inkább ez egy ilyen ösztönös dolog? Mert ugye az a benyomásom, hogy ez neked ilyen magától értetően, ilyen ösztönösen jön. Azért valamilyen szinten tudatos is volt. Természetesen azért az ember nem tudja eltervezni az elkövetkezendő 4 évét 5 perc alatt. Tehát tényleg ráadásul ugye változtattunk is, akár célokon is, mert azért abban is szerintem rugalmasnak kell lenni. A hosszú távú cél, az konkrétan úgy,
úgy London után egy pár hónapon belül úgy kialakult bennem, hogy én ezt mégiscsak meg szeretném mutatni, hogy én ott tudok lenni az olimpiai dobogon, és ez bennem van. És akkor ugye lebontottuk évekre. Ugye úszásban én mindig azt mondom, hogy sokkal egyszerűbb így konkrétan lebontani, mint akár a magánéletben, ugye annyi minden történik, annyi minden befolyásolja akár az életutunkat. Nekem én úgy érzem az úszó pályafutásommal ez azért így elég fekete-fehér szinte. Tehát tudom azt, hogy ebben az évben, VB ebben az évben, Európa-bajnokság, tudom azt, van statisztikánk mögötte, hogy a londoni olimpián mennyivel nyertek, körülbelül mennyit kéne úszni, mik a világcsúcsok, tehát még számogatni is lehet, ami egyébként nekem nagyon izgalmas, tehát a számok alapból szeretek számokat kitűzni, tehát időeredményeket kitűzni célul. És a maga a rövidtávú célok, meg folyamatosan azért adódnak hozzá ehhez a tervhez. És van akár, hogy reggel edzésen úszok egy egyéni csúcsot mondjuk 200 háton, vagy akár 200 hát részidős sorozatban, és akkor odavágja nekem a sén, hogy akkor úszunk világcsúcsot 200 háton a nyáron. Na, úszunk. Okay. És ez nekem ez engem annyira felpörget, és nekem ez annyi motivációt ad, tehát, hogy így is jönnek két célkitűzések, ilyen nagyon spontán, konkrétan munka közben, hogy fú, hát szerintem ezt meg lehetne csinálni. És mi az, ami téged ebből ki tud esetleg billenteni, ami ezt a lendületet elveszi? Hát ugye a legnagyobb kudarcom, úgy gondolom, az úszópályafutásom, hogy ez a londoni olimpia volt. Valahogy bennem annyira benne volt a fejem, hogy én ott leszek a dobogon Londonban, és ugye épp ott csak lecsúsztam, egy pár tized volt köztem és a harmadik hely között a 400 vegyesem. És akkor valahogy úgy elgondolkoztam, hogy ez talán ez az én helyem, vagy ez kellene nekem csinálni, lehet, hogy valami más az életbe nekem sokkal jobban illene, vagy sokkal jobban megtalálnám a számításaimat. És talán nem is az fájt nekem annyira, hogy negyedik lettem meg magamnak. Én úgy éreztem, tehát én szinte szégyenkezve jöttem haza a Londonból. Uh-huh. Tehát én nagyon úgy éreztem, hogy a családom, ugye akkor Bajaváros, Magyarország, úgymond csalódott, hogy mindenki ott állt mögöttem, hogy na, meg ezt te érezted, én vagy ezt éreztem ők is belül. Éreztették veled? Ez nagyon érdekes, mert most már, ugye Rio után, hát most már így vissza gondolva 4 év távlatába, én úgy gondolom, hogy ők próbáltak ezt nagyon nem éreztetni, csak én akkor mindent így láttam. Tehát ez az, amikor ugye nem tudja az ember, hogy mit mondjon, és akkor hát azért gratulálunk. És akkor én meg ugye nekem az jön le egyből, hogy azért, hát inkább hagyjuk. Szóval a válasz az, ami a motivációdat el tudja vinni, az a kudarc. De hogy kevés kudarc látszik a te... És akkor utána ez átbillent igazából azóta, én keresem a kudarcokat, tehát Sén segített nagyon sokat ebbe a szemléletváltozásba igazából. Tehát ő mondja mindig azt, ha nincs kudarc, akkor lehet, hogy nem feszegettük a határainkat eléggé. Tehát ő átformált ezt a fejedben, és azt mondta, hogy a kudarc az, amire vágyunk. Így van. Ez nagyon érdekes, amit mondom. Tehát ha nincs kudarc, akkor az azt jelenti, hogy tehetünk volna többet, vagy csinálhatunk volna többet. És ráadásul a kudarcból tanulunk a legtöbbet és leggyorsabban. Tehát hogyha egy ilyen nagy kudarc van, akkor majd, hogy nem az ember azt mondja, jó, akkor 180 fokos fordulatot veszünk és elindulunk a másik irányba. Oké, ez annyira izgalmas, hogy muszáj előrehajolnom, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki? Mert ezt értem, van egy kudarc, az lehet a hajtóerő. De hogyha most ezt valaki hallgatja, akkor a saját kudarcát hogyan tudja átformálni hajtóerővé? Meg kell állni és átgondolni, hogy akkor ott mi lehetett a probléma, és mi az, amit másképp csinálni. Én London után Sénnel együtt mi leültünk, és minden egyes részletet a felkészülésnek átnéztük, átgondoltuk, és elkezdtünk kérdéseket feltenni. Szerintem ez az egyik legfontosabb. Mondanál egy példát, hogy milyen kérdést tettél fel magadnak akkor? Miért reggel 6-kor úsznak az úszók? Miért?
Ugye a legtöbb úszó, aki már olyan szinten van, hogy olimpikon, hogy már ugye világversenyekre készülők, azért magán, még hogyha iskolába is járnak, akkor is magántan rendel, tehát nem kell iskolába menni. Uh-huh. És ugye erre az a válasz, hogy hát mert mindenki. Tehát mindenki reggel 6-ra, hát nem az úszók reggel 6-ra járnak úszni. Akkor ezek szerint most nem reggel 6-ra jársz akkor? Én nem reggel, én a tornateremben járok reggel 6-ra, én csobban, nem csobbanok egészen 9-ig, én addig erőfejlesztést végzek ugye a tornateremben. Uh-huh. De ez ugye érdekes volt, tehát én ugye 9-től 11, fél 12-ig úszom, de ugye az az időpont, amikor mondjuk előfutamok lennének egy olimpián vagy világversenyen. Uh-huh. Miért az úszók csak egyszer úsznak gyorsan egy évben? Miért nem versenyeznek többet? Valóban egy egész évet kell készülni egy világversenyre és versenyek nélkül? Te gyakorlatilag fejben megkérdőjeleztétek az úszósportnak az összes addigi szabályát. Így van. Wow. És akkor ebből összeraktatok egy új az Iron Lady. Így van. Tehát tulajdonképpen ezért mondom azt, hogy a kudarcból tanulni lehet, mert akkor van az, amikor az ember így hátralép, és akkor most mit miért csinálok, és ez miért így van, és ez jó-e? Uh-huh. Mert vannak persze részezek, amik nagyon jók, és azt úgy is kell hagyni. Tehát akkor egyszer megtanulták kérdéseket feltenni, és a siker ennek a munkának, ennek az átprogramozásnak a sikeré, azok mennyi idő után jöttek? Mikor volt az, amikor már azt érezted, hogy na ez egy jó dolog volt, hogy mindent megkérdőjeleztünk? Nekem elég gyorsan jöttek a sikerek, ugyebár, mert ugye elkezdtünk egyből versenyezni. Az volt az első nagy szembetűnő változás, ugye a felkészülésemet nézve, vagy hasonlítva ugye az a 12-es előtti felkészülésre. Tulajdonképpen elkezdtem ugye versenyezni a világkupán, és rengeteg számba elindultam, és ugye tulajdonképpen 12 őszén meg is nyertem így a világkupa sorozatot, ami számomra egy nagy siker volt akkor. Ugye előtte mondták, hogy egy 8-9 állomásos világkupa sorozaton szinte csak sprinterek indultak el. Tehát ugye az volt úgymond a megszokott vagy a hagyomány, hogy mindig sprinterek nyerték meg. Ugye ilyen hosszú időszak, az kb. Egy másfél-két hónapon keresztül megy a világkupa. Ugye az alatt nagyon nehéz utazni is kell, ugye edzeni, pihenni is, és versenyezni is. És mondjuk egy 400 vegyeses úszó, az nem tudja ezt mind uh-huh. időbe, vagy hát legalábbis ez volt a meglátás előtte, időbe, tehát hogy elég ideje legyen arra, hogy ezt mind meg tudja csinálni. Uh-huh. Itt mielőtt nekikezdtünk volna a beszélgetésnek, itt mondtál nekem valamit, azt nem tudom, hogy mondhatjuk-e majd legfeljebb, esetleg kivágjuk, hogy mondtad, hogy neked is van függőséged. Annyira lenyűgözött mindaz, amit a Katinka mondott, hogy úgy döntöttünk, hogy egyszerűen nem mutatunk meg mindent. Ha még kíváncsi vagy arra, hogy Katinka miket mondott, akkor majd ezt a folytatásból meg tudod nézni. Bocsánat.